csapél. Kíváncsian vagyok, hogy még sorra fog-e kerülni. Nagyon kitartó. Rosszul lett ott a napon. Én azt kérem valakitől, hogy milyen széket a farmeringes hölgynek, nehogy megint rosszul legyen. Jó, adjunk egy széket, mert szegény már egyszer rosszul lett a sorbaállástól. Köszönöm. Jó, a szemüveges farmeringes hölgynek küldöm a széket, hogy nehogy megint rosszul legyen, mert ugye már egyszer sokáig állt ott a melegbe, sőt ült is, csak ennie kellett, és itt leült egy kicsit a sátorba. Viszont nagyon kérdéses, hogy be fog-e kerülni még, tehát nincs már 40 perc is zárásig, nincs már 40 perc sem, hogy vajon sorra kerül-e még. Nagyon izgulok ezen. Természetesen mindenki ilyen, de a hölgy, aki rosszul lett, ő nagyon szimpatikus volt, és így segítséget kért nálunk, mi meg adtunk neki természetesen. Igen, ha így folytatódik majd a bankok iránti érdeklődés, akkor minden banknak székeket kell majd beállítani az utcára, hogy... Na, vajon mi történik? Igen, látom, aki most a következő lesz a sorban, ő nagyon elgondolkodik, ott ül már mióta. Biztos rutinos banklátogató, mert a táskájából vette elő a széket, ennyire közelebb megy. Nagyon nehezen kerülnek sorba az emberek. Vagy kevés az ügyintéző, vagy sok az ügyfél. Vagy ugye van, aki bent ül és nem került egész nap sorra. Nem tudom, ővelük mit kell kezdeni. Tehát, hogy ki kell őket szabadítani a bankban, hogy kellene rohamot indítanunk a bank ellen, hogy szegényeket kiszabadítsuk. Ugye ilyen már volt bőven máskor is, hogy foglyul ejtették az ügyfeleket. Többek között a Budapest banknál is volt egyszer, hogy nem engedték ki, és majdnem rosszul lett két hölgy a bankba. Mind a kettő szőke volt. De nem itt ez jelentene valami, csak így emlékszem rájuk, hogy két csinos szőke hölgy. Aztán a rendőrség kiszabadította akkor, hogy már most is felhívom a rendőrség figyelmét, hogy két ember reggel óta bent van a bankba, és nem jöttek még ki. Soha nem kerülnek sorba, de lehet, hogy foggyul vannak ejtve, vagy már megették őket. Tehát az is lehet, hogy kannibálok, és megették őket. De lehet, hogy be kellene menni a rendőrségnek kiszabadítani. A bankoktól, tehát most már nincs lóvé, most nem megeszik az embereket, az ügyfeleket. Csak nem megunta a piros esernyős hölgy, nem, szétakodik. De értem a cigi csikket, micsoda önzetlenség, micsoda környezetvédelem, hogy képes elsétálni, hogy a cigi csikket valahol elnyomja, remélem tartják a sorát, és senki nem fogja őt beelőzni, nehogy ebből verekedés legyen. Mert én kinéztem a hölgyből, hogy azzal az esernyővel, ami ugye egy budapest bankos esernyő, oda fog suhítani, hogyha valaki esetleg elé tolakodna. Tegye is meg, vigyázzon is magára nagyon, és a sorára is vigyázzon. 35 perc az árásig. Nem akarom elkeseríteni a sor végén élő embereket, de lehet, hogy már nem fognak sorra kerülni. De azért legyenek csak kitartóak. Hát most ne hagyják magukat, tehát ha már itt állnak, akkor ugye ráadásul magánterületen belül vannak, mert hogy a bank kihúzta ide a kordont, tehát mondhatnánk azt is, hogy ők a bankon belül vannak. Hogy őket még sorra kell venniük a mai napon. Bizony, hát a bank úgy döntött, hogy onnantól kezdve az az ő területe, oda nem menjünk be demonstrálni, tehát aki a területen belül van, azt amit ki kell szolgálni. Tehát ilyen van lehetősége van, vannak biztos más fiókok, hogy úgy kicsit őket ide csalogatosítani, akik egyébként háromkor mennének haza, majd ide jönnek.